híradót látják. A Marosvásárhelyi diáknapok közelettével szegény Bözsi néni élete is a feje tetejére állt. Részeg diákok garázdálkodnak a háza körül. Csokolom! Bözsi néni! Bözsi néni! Jó napot! Kéne a pénz! Eltakarodj innen, te! Ráduszítom Groot kutyáját! Egy kedves nézőnk amatőr felvételt küldött, melyekből önöknek is bemutatunk. Megszakítjuk adásunkat. Most kaptuk a hírt, hogy Zsugorsugár csapott le városunkra. Helyszínről tudósítunk tájékoztat. Eközben érkezik a stúdióba szakértőnk, aki részletesebben fog mesélni a történtekről. Köszöntöm nézőinket a helyszínről. Hatalmas a káosz, az emberek értetetlenül beszélnek, nem tudom, mi történik körülöttem. Most pillantottam meg egy gyanútlan áldozatot, megyek is kikérdezem. Elnézést, tudom, ön mit csinál? Popo is hanatraj bananatán a hanadul, patato ino tatabalan. Köszöntjük a stúdióban dr. Senkiházit. Jó estét kívánok. Jó estét, dr. Senkiházi. Európai expert. Kérem. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Kérem, mesélje nekünk a betegséggel kapcsolatos tünetekről. Hát a zsugorsugár okozott betegségek tünete több részből áll. Az első és a legfontosabb az agy nagymértékű zsugorodása. A férfiak ez különösen veszélyes, mivel nem csak az zsugorodik. Súlyos alkohol utáni vágy, amely több lépésben nyilvánul meg. Szia, anyuka! Adásban vagyok. Anyukám volt Bözsi néni. Bocsánat. Holdakon ellopták a holdat. Riporterünk élőben tájékoztat minket a tragédiáról. Na. Gyula bá, itton van! Ó, hagyja békém, ember, még a pityókat nem ültettem el, de azt ellen már vezet a vásár, he? Jó, jó, de mi a vélemény erről a holdlopásról? Ó, tőlem lopassák a holdat, és csak a nyárjon a vásárra. Tiszta szalagmunka ez az egész foci. Ó, Bekáli, mekkora egy szégyenláda azt a szizmárjáját. Na. Jól van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen figyelmüket. A reklám után folytatjuk.